Sziasztok! Eszti vagyok, ez pedig itt a Görikköz Szép az Élet. A mai nap ismét kölyök percek a legújabb témakörünkkel, az újdonságokkal. Aki ismer minket, az tudja, hogy nálunk a görények kint laknak a teraszon. Tehát a terasz az ő lakhelyük, az biztonságos, az van nekik berendezve. De hát a két kiskölyöknél, ahogy mondtam, idebent kellett lakni. Szóval nálunk ez volt a legeslegnagyobb újdonság, hogy mi még sosem tartottunk bent a lakásban görényeket. Úgyhogy nekünk ezt kellett úgy igazán megtanulni. Ehhez kellett nekünk hozzászokni, csomó felfedezni való. Igen, sisukém. Na gyere, gyere szívem, gyere. Úgyhogy látjátok, most is itt vannak ide bent a gyerekek. Gyere, sisu, gyere szívem. Gyere. Tehát nálatok is, hogyha majd görike tervezésre. Kisuke, ne eszed szét a berendezés, szívem. Na, látjátok. Sisuke. Szívem. Szóval majd, ha görike vállalása adjátok a fejeteket, akkor ez majd egy iszonyatosan nagy újdonság lesz görénnyel együtt élni. Tényleg teljesen felforgatják az ember életét. Teljesen felforgatja a megszokott hétköznapokat, sisüken ne szedd szét a berendezést. Szóval teljesen más lesz az élet görikék után. Nekünk kétszeresen, szóval majd meglátjátok. Sisüken ne szedd szét a berendezést. Gyere már onnan, drágám. Ne vidd el a zseblámpát, az még kell, úgy. Gyere, szívem. Úgy nagyon usulgatnak. Alkostítjukém. Köszönjél már. Köszönjél. Sziasztok. Sisi vagyok. Izgága vagyok, mint az állat. Igen, szívem. Igen, én is szeretlek. Izgága vagyok, cuki vagyok, és már fél éves vagyok. Jaj, sisukém. Minden nap fognak újdonságokat mutatni. Tyutyuk elállította a kamerát. Minden nap lesznek újdonságok, meglepetések, megoldandó helyzetek. Az biztos, hogy minden nap rendezgetni kell majd a házat. Ha valamit elpakoltok, az biztos, hogy majd másik játékot fognak találni, másik rosszalkodni valót. Szóval minden nap egy új kezdet, egy göri káosz. A görikék nagyon kíváncsi természetek, minden érdekelni fogja őket, sajnos olyan dolgok is, amik rájuk veszélyesek, amiket nem kéne megnézniük, márpedig leginkább az érdekli őket. Nagyon figyeljetek oda, hogy ne nyeljenek le dolgokat, mert hajlamosak megrágcsálni, lenyelni, azon felül, hogy el is lopkodnak mindent, nagyon-nagyon-nagyon durván lopkodnak, tehát tartsatok számon mindent, játék után alaposan nézzetek át mindent, hogy mi hiányzik, mi van meg, mi tűnt el. Jobb esetben csak eldugják, azonban előfordulhat olyan, hogy megrágcsálják őket, lenyelik, tehát ezekre nagyon-nagyon figyeljetek oda, mert sajnos az életükbe kerülhet. Agyatlanok, százszor agyatlanabbak, mint felnőttként, ilyenkor mindent maximális szinten végeznek, maximálisan hatalmas erőbedobással játszanak, ugrálnak, szórakozottak, sokkal, de sokkal meggondolatlanabbak és agyatlanabbak, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon figyeljetek oda. Szóval itt játszanak mellettem a dobozban.
nekünk tényleg ez volt az elsődleges újdonság, amit hozott az életünkbe. Én nagyon-nagyon-nagyon élveztem. A gyerekek a mai napig szoktak ide bent játszani, be szoktam őket hozni. Hát ő nem volt teljesen zökkenőmentes, azért beletelt pár hétbe, míg tényleg nyugodt szívvel ki tudtam őket engedni, de egyszer sincsenek felügyelet nélkül itt a házban, hiszen a mai napig tudnak még ők ökörségeket csinálni, és az én lelkiismeretemben az nem nagyon fér bele, hogy csak úgy felügyelet nélkül hagyjam, hogy ők itt szaladgáljanak. Tehát ez az egyetlen igazán nagy újdonság az életünkben, ez a bent tartás, benti élet. Nagyon-nagyon hamar megszokták a görények, a gyerekek, persze nekik mindenhol jó, nagyon-nagyon élvezték, tényleg értékelték, vagy hát értékelik még a mai napig is. Rettenetesen jókat tudnak játszani, és én úgy vettem észre, hogy így még jobban értékelték a kertet egy ilyen pár hónapos bentlét után. Aztán, ami még újdonság, és ez mindannyiótoknál újdonság lesz, az a kisgörikének a jelleme. Tehát, ahogy szépen telnek a napok, a hetek, Bambika? Bambi? Szívem? Bambi, Bambi? Bambikának extrémen érzékeny az orra, akármit szagol, azonnal tüsszög, szóval ne jegyetek meg, biztos fog még tüsszögni egy párszor. Akár lehet ez is egy újdonság, hiszen ahogy mondtam, ahogy szépen telik az idő, úgy ismeritek meg egymást, úgy ismeritek meg a görikének a jellemét, a szokásait, a viselkedését. Én imádom ezeket a heteket, hiszen minden görike imádnivaló a saját kis hülye kattancságaival. Én úgy vélem, hogy nincsen rossz görény, egyáltalán nincs rossz jellem, tényleg iszonyatosan cukik mindannyian. Saját kis hülyeségeikkel. Sisüke, ne szedd ki! Ne vidd el! Sisüke! Hol vissza! Sisüke, ne vidd! Sisüke! Szóval lopkodás, Bambika, mit csinálsz? És kacok, hogy lesz ebből videó? Sisüke ellopott egy hungarocell darabot. Kilopta az ágyból, nem számít, nincs rá szükség. Igaz, Sisükém? Gyere már ide! Gyere ide, gyönyörűm! Sisüke! Gyere már ide, szívem! Gyere, drágám! Gyere! Gyere! Gyere itt! Sisüke! Ja, igen, a jellem. Tehát nincs rossz görike, egyáltalán nincs. Mindegyik nagyon-nagyon cuki. Tényleg izgágák, játékosak. Nagyon-nagyon szeretem, ahogy mondtam, ezt az időszakot. Nagyon jó őket megismerni, és látni őket kiteljesedni. Tényleg, ahogy ragaszkodnak az emberhez, és igénylik az embert. Tényleg. Nagyon-nagyon aranyosak. Tényleg Sisükén ez a lopkodás, ez nálunk annyira újdonság volt. A nagyok annyira úgy kint a kertben nem igazán lopkodnak. Hébe-hóba. De Sisüke tényleg mindent, ami mozdítható. Eszméletlen tényleg, és ez is annyira vicces. Persze, ha olyan dolgot lopott volna el, akkor lehet, hogy már nem lenne annyira mókás. Persze odafigyelünk rá, de így is minden egyes takarításnál találok eldugott dolgokat. Úgy, hogy szem előtt tartom Sisükét, hogy mikor lopja el az adott dolgot, én nem tudom, Sisüke ilyen varázsló. Szóval legyetek azért erre is felkészülve, ami újdonság lehet kezdő görisként, hogy bizony lopkodnak a görények. És itt is ugyanez a szabály érvényes, hogy nem olyan dolgokat lopkodnak,
ami biztonságos, hanem hülyeségeket. Hülyeségeket lopkodnak. És hallottam már olyat, hogy például konyhakéssel és ilyen tök veszélyes dolgokkal szaladgálnak a görények. Sisüke! Kiki! És nálunk ugye ez kétszeres, tehát nálunk nem egy görike van, hanem kettő. Kettő rosszalkodott ideben, tehát 100%-ig oda kell rájuk figyelni, mert tényleg csak egy óvatlan pillanat is hülyeséget csinálnak. Oké, és ami még újdonság, az ugye, hogy ők gyerekek, kis picurkák, tényleg nekünk kell megmutatni nekik a világot, nekünk kell mindenre megtanítani őket, tényleg felalászolgálnak. Tehát nagyon-nagyon észnél kell lenni, hogy miket és hogyan mutatunk be nekik, hiszen nekik minden újdonság is, amit mi megtanítunk velük kiskorukban, az lesz nekik az alap. Tehát oda kell figyelni arra, hogy miket tiltunk és miket hagyunk nekik csinálni, hiszen amikor már idősebbek is telik az idő, akkor már ezeket a megrőzött dolgokat nehéz kinevelni belőlük, tehát ami még újdonság lehet, az ugye a nevelés, hogy amikor egy idősebb, vagy nem tudom, fél éves, mondjuk 10 hónapos, 1 éves görikét kap az ember, akkor ugye már ezek a dolgok megvannak neki tanítva. Próbálok, vagy gondolok itt egy nagyon-nagyon alapvető dologra, az alomhasználatra. Tehát ezt is sokszor úgy kapjuk a kenelből, hogy alomra vannak szoktatva, de hát azért 2 hónaposan, 8 hetesen még azért annyira nem profik, tehát még ezt is tanítani kell nekünk, és bizony sokszor ilyenkor is előfordul, hogy mondjuk veszünk új almot, vagy új almostárcát, vagy akármi, almot kaparnak, mellé piszkítanak, szétkenik, ilyesmi, tehát bizony itt is bele kell avatkozni ezekbe a dolgokba is. Tehát a kölykök ápolása is azért valamennyire eltér a felnőttektől, hiszen gondolok itt akár ilyen napi rutinokra is, hogy mondjuk fültisztítás vagy pasztára szoktatás, hiszen ez még mind-mind új neki, kezdve legelőször a grabancfogással, de azért általában a kölykök sokkal együttműködőbbek, mint a felnőttek, tehát ilyen szempontból sokkal jobb egy kölyök, hiszen nekik még ez újdonság, igazán nem is tudják, hogy mit is gondoljanak az adott dologról, szóval elég könnyen be lehet nekik tanítani mindent, használjátok ki ezt az időszakot, nagyon-nagyon sok mindenre rászoktathatóak, és nagyon sok mindenről leszoktathatóak. Aztán, ami még újdonság lehet, az pedig, hogy teljesen átrendezi a napi rutinotokat. Tehát kezdve itt annál, hogy elég sokat kell őket etetni, azt szokták mondani, hogy napi 3 etetés, ami úgy kellene. Hát ennél azért több görikéje válogatja. Nálunk Süsüke is azért elég gyakran evett, Bambika meg aztán meg főleg sokat is és sokszor is. Tehát már ez is egy beosztás, egy napi beosztás változás.
illetve ugye az, hogy esznek-alszanak, hát már amelyik görike. Tehát itt is majd görikéje fogja válogatni, hogy van, aki alvósabb, van, aki, mint például nálunk Bambika is, egyáltalán nem alszik, ha alszik is ilyen 1-2 órát maximum, és igenis kiharcolja magának a foglalkozást. Szóval a másik újdonság az, hogy rengeteget kell velük foglalkozni. Nem csak azért, mert a görike igényli, vagy kiharcolja magának, hanem azért is, mert ők ilyenkor nagyon-nagyon fogékonyak, szinte semmit nem tudnak a világról, a környezetről, és ezeket nekünk kell nekik megtanítani, illetve teljes értékű felnőtt görikévé nevelni őket. Nagyon-nagyon fontos, hogy naponta több órát foglalkozhatok velük, míg a felnőttekkel elég napi 2-3 órát, azért a gyerekekkel ennél sokkal többet, legalább a kétszeresét foglalkozzatok. Nekem szerencsém volt, én ugye itthon vagyok, én Sükével szinte, ahogy felkelt, azonnal ültem be a karámba, és foglalkoztam vele, Bambikánál is. Ugyanez volt a helyzet, és úgy érzem, hogy elég jó eredményt értünk el, hiszen Süke egy tökéletes felnőtt görike lett szinte már 3-4 hónaposan. Bambika is most 5 hónapos, ő is elért ugyanarra a szintre, hogy egy teljes értékű felnőtt görike. Tehát nevelgessétek őket, tényleg, ha van valami félelmük, azt nyugodtan neveljétek ki belőlük. Illetve nagyon-nagyon-nagyon jó móka velük játszani, tehát én iszonyatosan élveztem, tényleg annyira cukik, ahogy belevetik magukat a játékba is, és önfeledten ugrándoznak, makognak, tényleg ahogy érdeklődnek az ember iránt. Tehát ez a pár hónap, ez nagyon-nagyon-nagyon jó időszak, mind lelkileg, mind szellemileg, tényleg nagyon-nagyon jó kisgörikét, kölyökgörikét nevelni. Aztán, ami nekünk újdonság volt még, és esetleg ez nálatok is előfordulhat, hogy másik görikével, vagy esetleg másik állattal összeszoktatni az új állatkát. Erre készüljetek fel, persze olyan is van, hogy ő lesz az egyedüli állatka a családban, de akkor is például a család többi tagjával össze kell őket szoktatni, tehát ez szokott még néha egy kis bökkenő lenni. Nem kell sietetni, hagyni kell időt, várni kell, minden félnek, szereplőnek, hiszen ezt nem szabad erőltetni, nehogy a visszajára forduljon. De azért gyönyörű szépen összeszoktathatóak, csak tényleg idő kell. Tehát összefoglalva, a kölyök görik extrémen játékosak, nagyon-nagyon aktívak, lopkodnak, tehát minden olyan dolgot, ami ellopható, lenyelhető, azt mind-mind pakoljuk el, illetve az olyan tárgyakat, amikre felugranak, felmásznak és rájuk borulhat, leverhetik, azokat, ha lehet, távolítsuk el az ő általuk elért helyekről, vagy tegyük őket biztonságosá, nem leverhetővé, felboríthatóvá. Teljesen más velük együtt élni, mint más állatokkal. Teljesen más az életstílusuk, az életciklusuk, a napi rutinjuk, tehát teljesen átrendezik az embernek az életét, napi rutinját, gondolkodásmódját, az állatokhoz való viszonyát. Nagyon-nagyon sok foglalkozást igényelnek, okos állatok, de azért egy-két dolgot meg kell nekik tanítani, többek között a nevüket is, bár most a két kölyöknél mi nem is tanultuk, nem gyakoroltuk, csak adtunk nekik egy nevet, és szólítottuk a nevükön, szépen lassan, akár egy hónap alatt meg is tanulták.
Tehát figyeljetek rájuk nagyon oda. Sajnos hajlamosak a saját életükre törni. Nagyon-nagyon izgágák. Szaladgálnak fel alá, ugrálnak. Tényleg mindenre felmásznak. Nagyon hamar megtanulják, hogy mi az, ami nekünk nem tetszik, és nagyon sokszor csak azért is azt csinálják, szóval legyetek észnél. Mind a nevelésnél, mind a felügyeletnél, semmiféleképpen ne hagyjátok őket felügyelet nélkül, kölyök korban és felnőtt korban sem. Én ezt ajánlom. Mindezek ellenére vállaljatok nyugodt szívvel kisgörikét, tényleg én nagyon-nagyon ajánlom. Hát kb. Nekünk ennyi az újdonság, tényleg ahogy mondtam, nekünk csak ez a bent tartás volt, úgy, ami tényleg szokatlan volt, hiszen már azért jó pár görit elfogyasztottunk. Tényleg teljesen új életmódot kívánt, és hát azért 3-4 hónapig teljesen másmilyen volt az életünk, de ne aggódjatok, ez az időszak elmúlik. Hál' Istennek hamar felnőnek, hamar teljes értékű görivé válnak, viszont addig tényleg nevelgetni kell és észnél kell lenni. Nekünk semmilyen probléma, semmilyen fennakadás nem volt. Tényleg, vágjatok bele. Kölyök görikét nevelni nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Okés. Hát ennyi lett volna a videó. Remélem, hogy tetszett. Ha igen, azért dobjatok egy lájkot. Következő héten az érzések témakörrel jövünk. Tehát, hogy milyen érzéseket nyújtottak a görik. Én Eszti voltam. És tudjátok, majd még találkozunk. Sziasztok!